ma úgy döntöttünk, hogy elkényeztetjük önöket, a kedves nézőinket. Volt rendkívül érdekesen és szórakoztatóan beszélgető csillagászunk. Most pedig busójelmezeket kutatunk önöknek, igazi busójelmezeket. Igen, mondjad, bocsánat. Karina Veronika az egyik vendégünk, néprajzkutató, illetve Répási Zsolt fotográfus. És ha már néprajzkutató a vendégünk, akkor biztos megemlíti azt, hogy akkor szívemnek külön büszkeség, hogy ez a magyarországi horvátoknak gyakorlatilag a busójárás az eredete azonnal ered. Pontosan ez a Mohácson élő sokat magyarországi horvát nemzetiségnek a szokása, ami ugye a kezdeti időben csak ott a Sokács negyedben, a horvát lakónegyedben volt jellemző, és innen vette át, terjedt a város egészére, és most már a város egésze szerb, német, magyar, horvát lakossága, gyökerű lakossága gyakorolja ezt a szokást. Hála és büszkeség, hogy tőlünk indul, de gyakorlatilag a mohácsi busójárás az már nem csak Mohács. Tehát említette azt, hogy akkor Mohácsra elment, de most már Nyíregyházán, sőt az országhatáron kívül is mindenki tudja azt, hogy mi az, hogy busójárás, hiszen rengetegen jönnek és nézik a néphagyományt. Pontosan, ez annak is köszönhető, hogy a város ugye igyekezett azon munkálkodni, ez a hagyomány fennmaradjon, a város és a lakók közösség, a lakók is, valamint ugye már 10 éve szellemi kulturális örökségünk, ez a szép, igen, az UNESCO reprezentatívlistáján szerepel, ez a hagyomány, és innentől ered az is, hogy nagyon sokan szereztek már róla. Most ugye nyílik egy kiállítás, ahol szuper jó fotókat nézhetünk a busójárásról, busójelmezekről, melyek a te fotóid. Miért kezdtél el busó állarcokat, jelmezeket fotózni? Szerintem nagyon hálás dolog. Nyilván, de egy csomó minden lehet. Ezt megelőlegeztem. Igen. Hát amennyire könnyűnek tűnik a kérdés, annyira nehéz. A hagyományok mindig érdekeltek a jó hangulatú népszokások, és hát kuriózum az, hogy tényleg van egy olyan népszokás, ami ennyire aktívan fennmarad. Ugye a farsang az egy nagyon játékos, önfelett szórakozás, és akkor erre azért nem utolsó sorban rájönnek a külsőségek, hogy egy borzasztó látványos, és van benne valami vadság, valami játékosság, és hát persze elég megnézni a kapcsolódó viseletek mestereinek a munkáját is, tehát ez mind-mind elvarázsolja gyorsan az embert, úgy gondolom, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Mondod, hogy vadság és játékosság, azért mondjuk, akik gyerekekkel mennek el busójárásra, a családok sokszor tapasztalhatják, hogy a gyerekek egyébként tényleg igazán megijednek. Eredendően is ennyire ijesztőek voltak ezek a jelmezek, vagy ez idővel alakult? Hát remélhető, hiszen a törököket űztük el vele. A monda szerint igen, de egyébként a telet, igen, a farsang az mindig a tavasz, várás, télűzés időszaka, és amellett, hogy egyébként a maszkok többsége azért mosolyog, ahogy az itt lévő maszkon is látszik, azért, mert a farsang egy ilyen boldog, felszabadult, örömteli időszak, azért cél, hogy valamennyire ijesztőek legyenek, és a telet tényleg elűzzék az országból, de ezek nem voltak mindig ennyire díszesek, bajusszal vagy szarval ellátottak, hanem a korabeli, az első maszkok azok csak szinte csak az arcot takarták el, és egy ilyen tenyérnyi nagyságúak voltak, ilyen is látható majd a kiállításban. Ugye Zsolt, amikor egy afrikai képet látunk, akkor elsősorban megragad bennünk a fűszoknyás tánc, tehát egy csomó olyan dolog, ami néphagyomány, és azzal azonosítjuk a térséget. Vélelmezem, hogy a mai kor világában ugye nincsenek határok, olyan emberek is ránéznek a busójelmezre, akik nem tudják, hogy mi ez. Ők mit szólnak hozzá? Hát úgy gondolom, hogy tetszik nekik, és talán először nem is nem tudják hova tenni, hogy miért van rajta egy állatszőrbunda, és hogy mi ez a maszk, mit akar ezzel elérni. Hát azért ugye egy több eredetmonda kapcsolódik ez a népszokáshoz. Az egyik ugye az, hogy a szigetben az ott élő emberek felöltöztek, nyilván olyan dolgokat vettek fel, meg olyan dolgokat használtak, ami a hétköznapi munkájukhoz kapcsolódott. Ugye, hogyha például állatokat tartottak, akkor az adta az állatszőr bundát. Vagy belemenekültek a mocsárba, a karapáncsába. Így van. És hát az ott élő fákból faragták ki, tehát fűzfából, ha jól tudom, akkor főleg fűzfából faragták a maszkokat. Hát aztán szerintem ezt mondja meg a kívülálló, hogy neki mit jelent az, amikor ránéz egy ilyen öltözetre, nekem borzasztóan varázslatos. Kik látogatnak Mohácsra? Most láttuk a fogadalmi templomot a Széchenyi téren, és tudjuk, hogy Mohács arra a napra gyakorlatilag megáll, de akik oda látogatnak, hazaiak, baranyaiak, dél-dunántúliak, vagy pedig az országhatáron túlról is érkeznek? Én pontos adatokat erről sajnos nem tudok, de azt tudom, hogy a Mohács város ezt így számlálja, és már tavaly is több mint 1500 busó öltözött be, és ennek körülbelül háromszorosabb volt az, aki ez a szokás iránt érdeklődött, és pontosan, ahogy mondod, az országhatáron túlról is érkeztek, és az ország gyakorlatilag minden pontjából, akár iskolás csoportok is érkeztek a busójárásra. A busójárás még azért egy picit arrébb van, de aki már most szeretne ebbe a hangulatba kerülni, ugye megnyílik viszont egy kiállítás. Ez pontosan hol megnyílik a rendezvényekkel? Pontosan a kiállításunk január 12-én, ugye hét szombatján nyílik 16 órakor a Hagyományok Háza felújított Kaldós Zoltán kiállító termében. A te fotóiddal, ugye? Ha jól tudom.
Pontosan, Zsolt fotóival rengeteg képet láthatunk majd Zsolttól is, és több mohásról, népiparművészektől érkező tárgyakat, és emellett a megnyitón vendégünk lesz a Poklada zenekar, helyi mohácsi zenekar, és 15 beöltöző busó is érkezik. Lehet táncolni is? Pontosan, és utána délszláv táncházunk lesz tánctanítással. Délszláv néhéj. Úgy. Vigyázzatok, lehet, hogy megyünk. Pontosan, igen. Mikor van idén a busójárás mohácson? Február 28 és március 5-e között. Na hát akkor üzzük majd közösen a telet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Vettetek. Nagy büszkeségem, egy pici nép, egy maroknyi nép, egy 50-60 ezeres magyarországi horvátság, aki ezt adta, és a magyarok úgy vették át, hogy nem is baj, hogy nem is tudják talán. Tudják azért meg, hogy ez tőlünk származik, vagy így van, de olyan jó érzés, hogy egy ilyen magyar hagyomány lett egy délszláv hagyományból, egy horvát hagyományból. És aki nem volt még busójáráson egyébként, jó, még arrébb van, de már most kezdjék el betervezni, iszonyatosan hangulatos. Nagyon jó hangulatos. Soha ne használj negatív fogalmat, pozitív minőséget. Iszonyatosan hangulatos, igen. Nem, fantasztikus, csodálatos, egészen elképesztő, varázslatos. Különösen, hogy hány zenekar van ilyenkor Mohácson, hogy hányan húzzák, hányan pengetik azt a tamburát, azt a brácsát, fantasztikus ilyenkor Mohácson mindezt megélni. Szóval legyen olyan gyönyörű a napjuk, mind amilyen hangulatos, és nem iszonyatosan, hanem csodálatosan fantasztikus a busójárás. Köszönjük, hogy ma reggel nem velünk tartottak. Nem is csak az, hanem amilyen jó hangulatú, meg jó kedvű adásunk volt ma szerintem. Így van, és nézzenek minket az ATV-t továbbra is, hogyha úgy gondolják, akkor kapcsoljanak át, de csak az ATV Spiritre, hiszen elindult a kis testvércsatornánk, amelyik egyre nagyobb testvércsatorna lesz. Legyen gyönyörű a napjuk, holnap reggel Judittal várjuk még önöket itt a startban. Nézzenek bennünket itt, és ATV Spiriten, és mindenkinek szép napot, minden jót, viszlát.